Régen hajdanában volt egy szép szokás a magyar irodalomban. Az olvasók felköszöntötték kedvenc írójukat annak valamelyik jelentős évfordulóján. Jókaira is lehet gondolnunk, micsoda ünnepség volt az írói jubileum a 50. évfordulóján. De Mikszáth is így járt 1910-ben, amikor 40 éves irodalmi jubileumát ülték, tehát azt a pillanatot, amikor az első műve a bemutatása 40 éve volt. Ez nem teljesen igaz, hogy 1910-re esett, de hát a számokkal mindig baj van. Lényeg az, hogy országos mozgalom kezdődött Mikszáth ünneplésére, és ennek Mikszáth nagyon örült. És ebből az ünneplésből természetesen a szülőföld sem maradhatott ki, hiszen Palócia, így nevezte Mikszáth ezt a szép tájat, ahol ő megszületett, kitett magáért, mondta is Mikszáth, hogy Nógrád vagy tesz valamit, vagy nem tesz, de ha tesz, akkor nem teszi félig. Hát így történt. Nógrád megyében elnevezték a szülőfaluját, Szklabonyát Mikszáth falvának. Hogy ki kezdeményezte, ezt nem tudjuk pontosan. Én nem tartom valószínűnek, hogy a szklabonyaiak tették volna, hiszen itt, hogy Mikszáth írt annak idején, egy kezén meg tudta számolni azokat, akik olvasni tudnak Szklabonyán. A helyzet nem sokat változott 1910-re sem. Valószínűleg az országos mozgalom keretében a Magyar Nőképző Egyesület volt az, aki javasolta Nógrád megyének, hogy nevezzék el ezt a kis települést Mikszáthról. Ez páratlan esemény volt akkor, és azóta is a magyar irodalom történetében, vagy a magyar művelődés történetében szülöttje egy író nevét veszi fel a falu. Mikszáth rendkívül boldog volt, azt írta valahol, hogy idézzem pontosan, nekem semmi sem okozna olyan örömet, mint éppen az, hogy a hely, ahol szüleim porladnak, az ő fiúk nevét viseli időtlen időkig. Hát az öröme kitartott élete végéig, mert ez az időtlen időkig még néhány napig, néhány hétig tartott, hiszen Mikszáth 1910 májusának végén, a nagy ünneplés után pár héttel meghalt. És a falu sem viselte sokáig a nevét, csak majd a párizsi békéig, ahol ismét visszaváltoztatták Szklabonyára.